Köszöntök mindenkit a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón. Vendégoldalról Balogh Szilárd, illetve vezetőedző Nikola Lazić csatlakozott hozzánk. Szilárd, kérlek értékeld a mérkőzést. Hát nehéz volt mondani, hogy ilyen nagy csata. Először gyurtolok a Falkonnak, ismét bebizonyították, hogy ők egy másik szint. Nyilván így a BR-ben való szereplés és a magyar bajnokságban is az első helyez, ez nem véletlen. Azt gondolom, hogy nem lehet kezdeni a meccset, nem volt semmi energiánk, nem jöttek a dobások, nyilván főleg védekezésben voltak gondok. Próbáltunk említeni a második fél időben, próbáltunk új energiákat bevinni, ez most ennyire volt elég. Szerdán a meccset játszunk a körben, úgyhogy próbálunk arra koncentrálni és szeretnénk nyerni. Sok sikert kívánunk ehhez és jó pihenést! Köszönöm! Abszolút megérdemelt győzelem, szerintem Falkon sok olyan volt, sok olyan volt. Mérkőzés ellen, már is volt 20 pont, első negyedben, utána. Nem tudok válaszolni se energiával, se támadó, se védekezésben. Rengeteg hiba csináltunk. Falkon szerintem 60 pont első negyedben, majdnem 60 pont első fél időből. Semmi más nagyon nehéz most mondani, valamit akarsokat. Most egy gyorsan kellett felíteni ez a mérkőzés, és megpróbálni koncentrálni kupa mérkőzés szerdában, és a következő bajnoki mérkőzés. Semmi más. Köszönjük szépen. Még egyszer gratulálok Falkon, szerintem még egyszer megmutatok, hogy a messze legjobb csapat. Köszönjük szépen, sok sikert kívánunk! Folytatjuk a mérkőzés utáni sajtótájékoztatónkat, hazai oldalról Benke Szilárd csatlakozott hozzánk, illetve Milos Konakó vezető edzőnk. Szili, mondhatjuk azt igazából, hogy az első negyedben sikerült eldönteni a mérkőzésen, nagyon az elején sikerült kiépíteni majdnem egy 20 pontos különbséget, amit mondhatjuk, hogy igazából végig is vitt a csapat. Így van, a mérkőzés eleje volt a kulcs, úgyhogy jó koncentrációval, fölön energiával jött egy csapat, úgyhogy, ahogy mondtad, azt az előtt, amit kiépítettük, az első negyedben tudtuk cipálni magunkat végül a mérkőzés során. Mindenki szerzett pontot, mindenki majdnem a 10 perc fölött töltött pályán időt, úgyhogy senki sem játszott túl sokat, szerintem frissebb leszünk szerdára, bízom benne, hogy ez a jogodó forma, ami ma volt, ez ki is tart. Úgyhogy összességében, amit megbeszéltünk, a két amerikai mezőnyjátékosokat sikerült betartani, jól védtük őket, úgy gondolom, annak ellenére, hogy szedtek 10 támból lepattanó, de nem okozott túl nagy gondot a mérkőzésen, de azért azokban megcsiszolni. Összességében elég veletek lehetünk, és készülhetünk a szerdai mérkőzésre. Sok sikert! Sok sikert kívánunk a Szegedre! Szerdán. Köszönjük szépen, Szile, és jó pihenést! So coach, first of all, congratulations to win. Please summarize the game for us. Thank you. The key was the start of the game. Egyértelműen a kulcs az a mérkőzésnek a kezdete volt. We really limited these two guys, what I said before the game, today are very involved to can make the basket in every situation. Tudtuk, hogy a Szegednek van két játékosa, akik bármilyen szituációból képesek kosárszerzés, nagyon fontos lesz éppen ezért az egy-egy elleni védésük. And they need to try to find some different options in the offense. We use this, we run very well and take the good decision in offense. És mellette ugye védekezés mellett még támadásban is több újat is kipróbáltunk, ezért nagyon jó ritmust tudtunk fogni az elején, és sikerült egy komolyabb előnyt kiépíteni már az elején. I think that was good intensity in defense, also in the offense we was not in the more than two turnover, two mistake in the row, and that gave us the good rhythm 40 minutes. Igazából 40 percen keresztül nem volt olyan periódusunk, amikor két hibát is vétettünk volna egymás után. Elől is, hátul is nagyon jó ritmust fogtunk, és ez volt igazából a kulcs a mai győzelemhez. Gratulálok a játékosaimnak, nincs túl sok időnk, hiszen szerdán már jön a következő mérkőzés, a kupa mérkőzés az Alba ellen. They give us every game big support, the guys feel them, they theoretically play together, they enjoy together, and this is the win like of the team, fans and players together. Ismét szeretném megköszönni a szurkolóink támogatását, minden mérkőzésen nagy energiát adnak a játékosainknak, ezt mi érezzük a pályán, és igazából ma is egy közös győzelem volt, csapatgyőzelem, olyan értelemben csapat, hogy csapat a pályán, és azon kívül a szurkolókkal ez közös győzelem volt a mai mérkőzés is, mai győzelem is. Thank you coach, köszönjük szépen!